Szeretettel köszöntöm Önöket, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. A mai műsorban egy olyan székesfehérvári hölgyet szeretnék Önöknek bemutatni, aki nap mint nap foglalkozik sérült vagy fejlődésben elmaradt gyermekekkel. Konduktorként végzi a munkáját már évtizedek óta. Ismerjék meg velem most Lakatosné Pintér Anitát. Szia Anita, köszönöm, hogy eljöttél a műsorba. Nagyon köszönöm a megtiszteltetést, és köszöntöm én is a kedves nézőket, és téged is, Szilvi. Beszéljünk egy picit arról, hogy hogy csöppentél bele ebbe a szakmába. Ugye mondtam, hogy konduktor vagy, és hogy évtizedek óta már ezzel foglalkozol. Lehet, hogy nem mindenki tudja, mi az, hogy konduktor, úgyhogy egy picit mesélj nekünk erről, hogy mit is csinál a konduktor, és hogy hogy kezdődött nálad ez az egész szakma. Az, hogy hogy kezdődött, az nagyon érdekes, de én azt gondolom, hogy nagyon sok emberrel megtörténik az, amikor egy bizonyos helyen, egy bizonyos időben, egy bizonyos valakivel találkozik, és az talán meghatározza az egész életét. Én így voltam ezzel. Egyszer egy balatoni nyaralás közben, talán 16 éves voltam, amikor összeismerkedtem egy akkor éppen érettségiző lányjal, aki olyan mély benyomást tett rám, egy nagyon értelmes, egy nagyon szép, jó hangú, gitározni tudó lány volt, és ő elmesélte, hogy hát nem konduktornak, de egy gyógypedagógiai főiskolára jelentkezik. És aztán, ahogy így visszatekintek, valószínű, hogy nekem ez egy nagyon meghatározó élményem volt, mert amikor az érettségére készültem, akkor rájöttem, hogy én is egy ilyen szakmát szeretnék választani. Akkoriban a konduktor képzés, ami az akkori nevén Nemzetközi Pető Intézetben zajlott, nem volt még ismert. Nagyon kevesen jelentkeztünk az intézetbe, és mivel gyakorlati orientáltságú volt a felvételi, az intézetnek a megismerése közben nagyon sokan önszántukból el is mentek, és nem jöttek már el a felvételire. Ez miért volt? Vajon meglettek, hogy mivel foglalkoznak igazából valójában így a konduktorok, így és van, így van. Őket? Végig vezettek bennünket a csoportokon. Ugye bentlakásos csoportok voltak, nagyon súlyos gyerekeket láttunk, hát 18 évesen ez is meghatározó élmény volt. Beleláthattunk abba, hogy mit is csinálnak a konduktorok, és talán ez három alkalommal is megismétlődött. És akik viszont már tényleg elhatároztuk, hogy felvételizzünk a Pető Intézetben, mi már azért úgy körvonalakban legalábbis tudtuk, hogy mi vár ránk, és gyakorlatilag akik aztán ugye beadtuk a jelentkezésünket, illetőleg elmentünk a felvételére, azok felvételt is nyertünk. Akkor volt egyébként ez a szakma úgy indulóban Magyarországon, mondhatjuk? A 60-es években kezdődött a konduktorképzés, csak egy nagyon alacsony létszámmal. Amikor én jelentkeztem, szerintem akkor kezdett már egy kicsit ismertebbé válni, de még mindig nem volt túljelentkezés akkoriban. Azért valószínűleg, hogy ma már azért vannak többen, de nem lehet mondani, hogy Dunát lehet rekeszteni a konduktorokkal, ugye? Igen, kevesen dolgozunk itthon. Ennek pedig az az oka, hogy pont akkor, amikor én végeztem a főiskolán, akkor már a nyugati, főleg a nyugat-európai világ kezdett nyitni a konduktív pedagógia felé, és egy kisfiú, akinek az édesapja Angliában a BBC televíziónál dolgozott, bekerült a Pető Intézetbe, nagyon-nagyon elégedettek voltak a szülők, és kint Angliában lejátszottak egy hosszabb filmet a Pető Intézetről, és gyakorlatilag onnan elkezdtek a külföldi gyerekek áramlani az intézetbe. Ez viszont azt eredményezte, hogy külföldi munkalehetőség nyílt meg a konduktorok előtt, és hát nagyon sokan kint vannak külföldön. Mondjuk el azért pontosan, hogy mivel foglalkozik a konduktor? A központi idegrendszer sérüléséből adódó mozgássérültekkel foglalkozik.
Korban ez nincs meghatározva, tehát a megszületés pillanatától, miután mondjuk az egészségügyi állapota rendeződik egy csecsemőnek, onnantól a konduktor gyakorlatilag az élet befejeztéig foglalkozik. Ami miatt különleges, az, hogy nem csak ugye a fizikai fejlesztésükkel, hanem az egész személyiség fejlesztésükkel a gyerekeknek, felnőtteknek, fiataloknak, aki rászorul. Ez egy nevelés. A te életedben azért így leginkább a gyerekekre fókuszálódott ez a dolog, ha jól tudom. Igen. Bár én, amikor hallgató voltam, akkor megismerkedtem mindenféle korosztállyal, és hozzám közel állt volna az is, hogy felnőttekkel foglalkozzak, de Székesfehérváron elsőként, ez 1987 táján volt, megalakult egy mozgássérült óvodai csoport a Rákóczi úti óvodában, ahol a gyermekgyógyász főorvos Simon Gábor konduktort szeretett volna látni, mint vezető szakember, és mivel az én elődöm elment Ausztráliába, így felkértek engem, hogy segítsek be ennek a csoportnak a működésébe, és hát a negyedik évenben, a végzős évenben már lejártam Fehérvárra hetente egy alkalommal, amikor pedig a diplomámat megkaptam, akkor utána már főállásba kezdtem el dolgozni, és akkor itt viszont meghatározó volt, hogy óvodáskorú gyerekekkel dolgoztam. És akkor maradtál jó sok ideig. És maradtam nagyon sokáig, igen. 10-12 évvel ezelőttig, 87-től. Itt pontosan egyébként mit kellett csinálnod? Mi volt a feladatod? Itt már ugye teamben dolgoztunk, mivel ez egy óvoda, így óvónőkkel, dajkákkal együtt dolgoztunk, és a szakmai irányítás volt tulajdonképpen az én feladatom, illetőleg az elődöm, ő már ugye elkezdte az óvodapedagógusoknak megtanítani ezt a szakmát, tehát ezt a ráhangolást, az érzékenyítést megtanítani, és hát nekem meg az volt a feladatom, hogy óvónőként egy kicsit konduktorbőrbe bújjanak, én meg konduktorként óvónőbőrbe bújjak, mert egyébként nekem tanítói képzettségem van még, tehát én gyakorlatban lettem óvónő is. Ez az, amit te akkor csináltál, ez mennyire forrott ki, mennyire jellemző? Mert én most így a saját tapasztalataimból kiindulva nem túl sok ilyen helyzetet vagy ilyen lehetőséget hallok, hogy mondjuk egy-egy óvodában mondjuk mozgássérültek lennének, és mellettük pedig konduktor lenne. Igen, mindig más a koncepció, de azt gondolom, hogy azt el lehet mondani, hogy van egy olyan törekvés, egy olyan egyhangú törekvés, nem csak Magyarországon természetesen, hanem hát Nyugat-Európában feltétlenül, de a világ más tájain is, hogy integráltan nevelkedjenek a sérült gyerekek is. Ezért például ez a csoport, amiről az előbb beszéltem, ez a mozgássérült csoport most már nem működik úgynevezett szegregált csoportként abban az integráló környezetben, hanem hát a Szél Rózsa minden irányába, akiket lehet integrálni, integráltan vannak, akiket nem, azok pedig a Petőintézetben vagy másfajta bentlakásos intézetekben vannak. Én a magam részéről nagyon jónak találtam ezt a csoportot, mert rengeteg találkozási lehetőségük volt a mozgássérű gyerekeknek, az egészséges mozgású gyerekekkel az udvaron, rendezvényeken, viszont a napjaik nagy részében meg speciális fejlesztést kaphattak, úgyhogy szerintem ez nagyon jó volt. Így az integrációra visszatérve egyébként, én most ezt így valamelyest hiányolom így az intézményekből, hogy mondjuk egy óvodát megnézünk, hogy tényleg vannak azért óvodai csoportokban is, esenisek vagy iskolában, és mégis én azért azt hiányolom, hogy úgy ott üljön mondjuk egy konduktor minden csoportban. Igen, vagy pedig hát az a szakember, aki a gyerek mellé éppen kompetens. Hát
papírforma szerint, hogy ez kellene, hogy legyen. Én azt tapasztalom, hogy most már nem is lehet kimondani azt, hogy csak anyagi fedezet hiánya, ami miatt ez nem tud megvalósulni, természetesen az is, de nagyon sok álláshirdetés van szerintem, csak szakember hiány van, nagyon-nagyon kevés a szakember, akár konduktorról, akár gyógypedagógusról beszélünk. Na és akkor hogy jött a te életedbe a pedagógiai szakszolgálat? Az pedig úgy jött, annak idején még gyógypedagógiai központnak hívták, a tevékenységi körébe tartozott a korai fejlesztés is, akkor az intézménynek, akkor is, és az akkori vezetője, Vámos Éva pedig hát tájékozódott, hogy a városban, a környéken kik azok a szakemberek, akiket a korai fejlesztésbe, vagy a fejlesztőnevelésbe be lehet vonni. És akkor így rám talált a Rákóczi úti óvodában, és akkor beszélgettünk, kérdezte tőlem, hogy nem lenne kedvem egy ilyenfajta munka elvégzésére, és végül is, hát úgy, ahogy a mesében a farkas, hogy betettem először a bal első lábamat, aztán a jobb elsőt, de tulajdonképpen én elkezdtem félállásban dolgozni, korai fejlesztést végezni akkor a gyógypedagógiai központban, és aztán ott tulajdonképpen teljes állású szakemberre volt szükség, nyilván itt az óvodában is teljes állású szakemberre volt szükség, és szerencsére engem ott valaki pont felváltott az óvodában, és akkor így eljöttem az akkori gyógypedagógiai központba. És akkor a korai fejlesztés mellett pedig a diagnosztikai vizsgálat lett a tevékenységi köröm. Mondjuk el azért egy picit, ugye most megemlítettük, hogy pedagógiai szakszolgálat, de nem biztos, hogy mindenki tudja, illetve én azt gondolom, hogy az, aki nem tudja, hogy mi az a szerencsés talán, vagy hát nyilván az is szerencsés, aki meg rátok talál, hiszen segítséget tőletek kaphat, de ugye azért sokan nem tudják, hogy mi ez. Ugye, hogyha egy gyermekkel probléma adódik, akkor ez az egyik lehetőség, ahova fordulhat, de te ezt jobban el tudod mondani. Igen. Most, jelenleg pedagógiai szakszolgálatok vannak, elég sok strukturális változáson ment keresztül az imént említett gyógypedagógiai központ. Most az egész országban már pedagógiai szakszolgálatok működnek. Ugye nyilván a miénket úgy hívják, hogy Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat, és mindenhol ugyanúgy tagozódik ez a szolgálat. Megyei szakértői bizottságok vannak, aztán most a legújabb elnevezésük járási szakértői bizottságok vannak, és hát egyéb fejlesztéssel, tevékenységi kört ellátó intézményekkel. Most a megyei szakértői bizottságok állapítják meg a sajátos nevelési igényt. Nem hozzánk fordulnak első körben általában a gyerekek, ha csak nincsen egy nagyon súlyos fogyatékosság, hanem az úgynevezett járási szakértői bizottságokhoz, ahol a BTM, beéleszkedési tanulási magatartási zavart állapítják meg, illetőleg, ha úgy ítélik meg ott a szakemberek, hogy tényleg fennáll már egy zavar, egy idegrendszeri zavar, vagy bármiféle olyan zavar, ami a fejlődést, a tanulást hátráltatja, akkor tovább küldik a megyei szakértői bizottságba, és akkor ott a diagnosztikai vizsgálaton hozunk egy olyan döntést, hogy valóban súlyosabb problémákkal, tehát kifejezetten valamilyen zavarral küzdenek a gyermekek, fiatalok, vagy pedig enyhébb a problémájuk, és akkor maradnak ebben az úgynevezett BTM státuszban. Itt milyen lehetőségek vannak nálatok? Mondjuk, hogyha valaki enyhébb problémával megjelenik nálatok, akkor meg lehet titeket kérdezni, hogy hát ugye van egy-két gyanújel, segítsenek eldönteni, hogy mi a teendő, vagy hogy van-e szükség fejlesztésre, ilyesmi, és gondolom más esetekben meg hát tovább is mentek. Ennek van egy formális
útja, ami annyit jelent, hogy attól az intézménytől kérjük mi a vizsgálat szükségességét, ahova a gyermek jár. Ezen kívül pedig a szülő is kérheti, hogyha felmerül a gyanú, hogy nem elégedett a gyermeknek a fejlődésével, akkor kérhet vizsgálatot. De hogyha csak egy bizonytalanság van, akkor a járási szakértői bizottságnál, sőt, inkább azt mondanám, hogy nevelési tanácsadás keretén belül meg lehet a kisgyereket nézetni. Nevelési tanácsadáson belül is van már olyan, hogy ilyen korai gondozásba veszik a kollégák, és akkor meg tudják nézni, hogy valóban elmaradta a fejlődésben, kell-e segítség neki, vagy nem. A te munkád ebben mit jelent? Ugye mondtad, hogy diagnoszta vagy, tehát hogy részt veszel a diagnosztizálási folyamatban. Milyen napi teendőkkel jár ez? Aki a szakértői bizottságokhoz kerül, hát egy nagyon-nagyon nagy tárházat kell feltérképezni, megtanulni, mert a cél az, annak ellenére, hogy én például konduktor végzettségű vagyok, de a cél az, hogy akik szakértői bizottságoknál dolgoznak, azok mindenfajtaféle eltérést meg tudjanak állapítani, fel tudjanak mérni. Tehát én nem mozgássérültek vizsgálatával foglalkozom, hanem éppen aki a beosztásba, ugye előre be vannak osztva a gyerekek, hozzám kerül. Úgyhogy úgy, mint mindenkinek, nekem is meg kellett tanulni a különböző eltéréseknek az úgynevezett ilyen diagnosztikai protokollját, ami alapján fel tudjuk mérni a gyerekeknek az állapotát, és tudunk egy döntést, egy javaslatot hozni ezzel kapcsolatban. Azért ez egy nagyon felelősségteljes dolog lehet így dönteni, igen, nem? Igen, tehát azért, hogyha valaki nagyon elmegy hozzátok, és azt mondja, hogy hát, illetve bele tudom magam képzelni egy ilyen szülőnek a helyébe, hogy nyilván az ember nem szeret rosszat hallani, hogy akkor mennyire, igen, nehéz lehet ezt így nektek elmondani így bele a szülő szemébe, hogy hát igen, gond van. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tényleg vannak olyan napok, amikor hát összetörten megy haza az ember, mert kicsit úgy azt az általános problémakört meghaladja egy családnak hát mondhatjuk azt, hogy tragédiája. És nehéz elmondani. Én nagyon remélem, hogy az éve során megtanultam azt a kommunikációt, amivel el tudom mondani, hogy probléma van, illetőleg hát nyilván tudja a szülő, de hogy milyen fajsúlyú ez a probléma. De talán azt is tudom jelezni, hogy van út, van egy fejlődésbeli út. Azt nagyon-nagyon fontosnak találom, hogy minél korábban tudják a családok, mert annál hamarabb tudnak ráállni egy olyan útra, amelyik mindenkinek hasznos. A gyereknek is, a családnak is, a szülőknek is hasznos. Minél hamarabb eljussanak oda, hogy feldolgozásra kerüljön, az, hogy nem egészséges a gyermekük, és egy világos utat tudjanak rajzolni maguknak. Akkor amellett, hogy mondjuk egy kicsit negatív része is van a ti munkátoknak, azért viszont láthatjátok a másik felét is, hogy tudtok segítséget nyújtani. Ez a ritkább. Tehát legalábbis a összehasonlítva a munkánkat, egy fejlesztéssel foglalkozó szakember munkájával, az egy kicsit nehezebb, hogy sokkal ritkább a visszajelzés, hiszen nem találkozunk rendszeresen azokkal a gyerekekkel, akiket egy évvel, két évvel, három évvel ezelőtt láttunk, tehát nem a folyosón összetalálkozunk, vagy tényleg látjuk, hogy igen, picike volt, nagy lett, de azért kevés az olyan fajta visszajelzés,
hogy mennyit fejlődik az a gyermek, tehát nem feltétlenül tudjuk összehasonlítani, mert az lenne a jó természetesen, hogyha ha minden alkalommal más szakember vizsgálná, több szem látná azokat a gyerekeket, és ha tehetjük, akkor ez így is van, és míg egy fejlesztéssel foglalkozó szakember pedig ugye folyamatában látja a gyerekeket, honnan kezdődött, hova jutottak. Na jó, de azért erre is volt példa a te életedben, példa, tehát bizony, azért a korai fejlesztéssel bizony. Sokáig foglalkoztál. Igen, a korai fejlesztésben. Igen, az egy nagyon jó időszaka volt az életemnek, amikor megoszlott a munkaköröm. Volt ez a diagnosztikai munka, korai fejlesztettem, illetőleg még utazókonduktorként jártam a megye különböző településeit, és annak ellenére, hogy azért így ez sok volt, de tényleg felüdülés volt eleve a gyerekekkel foglalkozni, rendszeresen meg hát látni azt a fejlődési évet, amit bejárnak a gyerekek, meg ahogy elkezdenek ragaszkodni az emberhez. Szeretik. Igen, ebben azért volt tapasztalatom szerencsére. Volt esetleg, vagy van olyan történet, rövid történet, amit így megosztanál velünk, ami olyan nagyon kellemesen érintett, vagy jó végkimenetele volt, hogy mondjuk egy nagy ívű fejlődést láttál? Hát most ezt most hirtelen nem tudok ilyet... Ilyet előszedni valami a tarsolyomból. Valami enyhébb eset esetleg, ahol mondjuk nyilván azért az enyhében érintett gyermekeknél azért jobban látszik a fejlődés. Igen. Viszont most pont egy nagyon-nagyon súlyos állapotú fiúcska jutott az eszembe, akinek tulajdonképpen hosszú évek után a családi állapotának a változását láttam meg őt magát, hogy mennyire kiegyensúlyozott, mennyire harmonikus kisfiú. Nagy családban nevelkedik, amióta ő megszületett, azóta már van egy újabb egészséges kisgyerek, öten vannak testvérek, és amikor összetalálkoztunk, hát egyrészt olyan boldogan ugrott az anyukája a nyakamba, másrészt meg azért ezen a kisfiún is láttam, hogy megtanult kapcsolatban lenni a környezetével, megtanult odafordulni az anyukájához, azokhoz a személyekhez, akiket ismer, a környezetének a játékait fölfedezte, pedig hát ő tényleg egy nagyon-nagyon súlyos eset, és éveken keresztül dolgoztam vele, amikor picike volt. Aztán persze nem enyém az érdem, mert már nem én foglalkozom vele régóta, de valahol talán azért az emlékem az megmaradt benne. Egyébként nálatok mik a leggyakoribb problémák? Mi az, amit így észreveszel, ugye most már jó sok tapasztalatod van ebben a tekintetben, hogy mik a leggyakoribbak, amikkel úgy keresnek titeket, ha mondjuk nem csak egyes mozgás területet érintő dolgot veszünk, hanem mondjuk a diszlexia, diszgráfia, ilyesmikre gondolok. Az statisztikából leszűrhető, illetőleg hát a statisztika szűri azt le, hogy az ilyen fő fogyatékosságok azért úgy nagyjából stagnálnak hát lehet mondani, hogy úgy világszinten, mert nyilván van egy ilyen összegző statisztika, de például a viselkedés területén tapasztalható változások azok mostanában növekednek. Mostanában mondhatjuk, hogy több a problémás gyerek talán? Igen. És ennek esetleg tudjuk az okát? Hát nem, azért ennek nem ebben, hát vannak egyébként elképzelések, nyilván az életmódunk az szerepet játszik ebben, hiszen sokkal kevesebb most már az élettér, amiben a születendő gyerekek felszabadultan, szabadon tudnak nem csak a szószoros értelmében mozogni, hanem egyáltalán tapasztalni, játszani, boldognak lenni. Ugye nagyon-nagyon felgyorsult a világ, nagyon
kevésbé tudnak a tapasztalatok leüllepedni, mindig rakódnak rá, nincsenek ezek a megnyugvási fázisok, legalábbis a hosszú ideig tartó fázisok, illetőleg nincsenek azok a szabadságok, amit még egy-két évtizeddel ezelőtt talán megtapasztaltak a gyerekek, hogy anya, leszaladok a játszótérre, majd jövök, maximum dob le egy szendvicset. Tehát szerintem ez az egyik oka lehet feltétlenül. Hát aztán ugye a stressz, koraszülés, az mindig benne van. Neked milyen távlati terveid vannak még ebben a szakmában? Illetve vannak terveid, hogy maradsz a szakmában sokáig még. Én nagyon szeretném, hogyha a szakmai megújulásra több idő jutna. Igen, tulajdonképpen szeretném átadni a tudásomat. Igen, azt hiszem, hogy ezt elmondhatom. És van, és lesz erre mód és lehetőség jövőben? Hát, én azt gondolom, hogy a remény hal meg utoljára. Ezt lehet mondani. Hát a mi szakmámban is el tudom mondani sajnos, hogy kevesen vagyunk. Elég nagy a fluktuáció. Jönnek-mennek a szakemberek, vagy a szakember jelöltek, és így nagyon nehéz átadni, vagy ha átadom azt a tudást, vagy átadjuk azt a tudást, amivel, akik már régebben dolgozunk a szakmában rendelkezünk, azt esetleg elviszi valaki, aki nem régen jött csak oda, de hát reménykedni lehet. Hát én kívánom, hogy akkor ez sikerüljön neked a jövőben, és hát, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen súlyosabb kódokkal ellátni mondjuk a jövőben. Köszönöm szépen, én hogy itt voltál. Köszönöm a jó kívánságot. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!